DK tanácsadója gazdasági ügyekben, de azért sok más témában is szokta magát exponálni. Dávid Ferenc, aki már itt is van a stúdióban, jó reggelt kívánok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta egy személyesen a meghívásunkat. Mártival említettük azt, néhány statisztikai adatot ugye gyorsan mondtunk is a nézőinknek, hogy Magyarországon hogyan is élnek a nyugdíjasok. Az biztos, hogy a közel valamivel több mint 2 millió magyar nyugdíjasból 9-en nagyon boldogok, 9 olyan ember van, én legalábbis olvastam a statisztikában, hogy majdnem 2 millió forint a nyugdíjuk. 10-valahányan vannak, akik majdnem 1 millió forintot keresnek, de azért a többség jócskán 150 ezer forint alatti nyugdíjból éli az életét? Igen, kimondható, hogy ennyi az összeg, körülbelül 144-145 ezer forint ma Magyarországon az átlag nyugdíj, de mint minden átlag, ez is csal. A medián nyugdíj, tehát az a nyugdíjérték, amit az összes nyugdíjast sorba állítjuk és megnézzük a középsőt, az ennél kb. 15%-kal még kevesebb, tehát azt kell mondanom, hogy a többség az ilyen 120-130 ezer forintos nyugdíjból. Ugye abban egyetértünk, Dávid úr, hogy ez egy örökös vita volt, teljesen mindegy, hogy melyik kormány irányította Magyarországot, hogy a nyugdíjasoknak a helyzete milyen. Legtöbbször persze az ember ilyenkor más országokhoz hasonlítja a hazai nyugdíjakat. Nem tudom, hogy ez szerencsés vagy sem, de az optimális nyugdíjszámítás az ön álláspontja szerint, vagy a demokratikus koalíció álláspontja szerint mi lenne? Mi kellene, hogy legyen? Én szerintem, ha megengedi, azzal kezdenem, amit ön megjegyzett, hogy ha más országokra tekintünk ki, azért ha a világ fejlett országaira nézünk, Dániára, Kanadára, Hollandiára, ahol a világ legfejlettebb nyugdíjrendszerei vannak, sok pillérből áll össze, ebben szóval az idő hiányában nem tudok belebonyolódni. Nyilvánvaló, hogy összegében nem követhető. De struktúrájában azt gondolom, hogy el lehet gondolkodni azon, hogy ebből a több lépcsős nyugdíjrendszerből melyiket emelnénk át. Csak azt mondanám, hogy például nálunk nem eléggé kedvezményezett az önkéntes megtakarítások. A társadalmat arra készítsük, hogy ne csak az állami munkanyugdíjba építkezzem, hanem térjen rá már fiatal korában kis összeggel az önkéntesre. Vagy mondhatnám azt, hogy ezekben az országokban létezik állampolgári alapon adott nyugdíj, tehát még egy nyugdíj, még egy biztonságot ad, és ebből rakódik össze a nyugdíj összege. De magánnyugdíjpénztár volt, nem? A magánnyugdíjpénztár volt, az kötelező volt, és nem önkéntes, de ez is mutatja, hogy az állam, ugye 97-től volt magánnyugdíjpénztár, és ugye 2011-12-ben elsöpörték. Komoly országokban az a nyugdíjrendszert, hogy mondjam, valóban a nyugdíjasok érdekében működtetik, és nem rángatják a politika különböző érvei és okai miatt, ott 30-50-100 évre gondolkodnak előre, hogy milyen nyugdíjrendszert működtetnek. Ez nem megy, hogy 15 évente egy hosszú távú megtakarításról van szó, amikor a különböző ágakról és lépcsőkről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kéne gondolni. Az igazságosságra nyilvánvalóan a demokratikus koalíciónak és az egész ellenzéki csapatnak azon kell gondolkodni, hogy ez a mostani nyugdíjrendszer, ez nem garantálja a nyugdíjaknak az értékállóságát. Ugyan formálisan kimondja, hogy hát minden évben az inflációval növelve, most a 19. éve az inflációval növelve kapjuk meg a nyugdíjat, kapják meg a nyugdíjasok a nyugdíjat. Én meg azt gondolom, hogy ennek az üzenete, hogy idén nem élek jobban, mint tavaly, de jövőre meg nem fogok jobban élni, mint idén. Tehát gyakorlatilag a nyugdíjasok életszínvonala befagyasztva van. De miután a KSH nyugdíjas kosara sokak által, ennek a részleteit én nem ismerem, de nagyon sokan kritizálják, hogy bizony nem kellő súllyal teszi be az egyes termékeket, tehát amikor megjelenik egy éves szintű 3-3,5%-os infláció, akkor a nyugdíjas társadalom nagyobb része, hát hogyha jó kedve van, akkor a hasát fogja a nevetéstől, ha rossz van, akkor sírva hát igen, fakad. Ez az a bizonyos nyugdíjkosár, ugye, amit szoktak említeni, hogy egy nyugdíjas más termékeket vásárol, mint egy aktív pénzkereső személy, és azokhoz az árakhoz. Na most lépjünk ezen egy kicsit túl. Okay. Hadd mondjak önnek egy olyan statisztikát, amit biztos, hogy ismer, ezt még a Pulzus piackutató készítette. Megkérdezett nyugdíjasokat, hogy ők mit gondolnak arról, mennyi nyugdíj kellene az, hogy ők biztonságosan jól éljék meg a mindennapjaikat mondjuk egy havi szinten, és azt mondta a legtöbb nyugdíjas, 43%, hogy ehhez körülbelül 150-250 ezer forintra lenne szükség. Bármikor is,
akár mondjuk, hogyha demokratikus koalíció kormányozna, akkor mondjuk ezt a szintet elérnék. És hogyha igen, akkor hogyan? Ezt azért a kutatásnak a beolvasott számai, azt hozzátenném, hogy ezek a számok persze kihozhatnak egy ilyen eredményt, de alapvetően az, hogy milyen összeg megfelelő egy átlagos nyugdíja számára, az nagyon függ a családi státuszától. Én csak egy felmérési eredmény. Jó, de hát nem önnek, mindegy, hogy a magányos nyugdíjasról beszélünk, nem mindegy, hogy egy egészséges nyugdíjról, nem mindegy, hogy a családjával jó, hát együtt. Nincs ide írva nekem, ez hát egy felmérésnek az csak én szeretem a felméréseknél, hogyha megfelelően visszatérjük. Akkor legközelebb nem mondok felmérési eredmény. Szóval a lényeg ezt az, azért hogy... mondtam, csak azért mondom, hogy a számok azért lehet jártani. Jó, de most visszakanyarod a kérdésemhez, hogyha mondjuk ebből a 250 ezer forintos összegből, akkor mondjuk, hogyha a demokratikus koalíció kormányozna, hogyan érnék el ezt az összeget? De ez nyilvánvaló, hogy most nem is beszélve arról, hogy milyen gazdasági helyzetben van ma Magyarország, de hogyha mondjuk egy konszolidált gazdasági helyzetben lenne az ország. A magyar gazdaság jobban teljesít, tehát ez biztos ön is szokta biztos, hallani. Tavaly 6%-kal csökkent a GDP, az első negyed évet még nem tudjuk, hogy mekkora bukta volt, tehát biztosan nagyon jó teljesít. Nagyon sokan mondják ezt egyébként. De a bukásnak az aránya, vagy a százalékos aránya, ez biztosan is olvasta, hogy kevesebb volt, mint amennyit prognosztizáltak. Hát ahhoz képest igen, tehát a 8-hoz képest a 6 valóban, de a nyugdíjakról beszélünk. Tehát amikor ilyen gazdasági helyzetben van egy ország, akkor azt gondolom, hogy ilyen radikális változás egyik napról a másikra nem történhet. Igen. De ami egészen biztos, hogy vállalható, hogy egyrészt, és ami azon a beszélgetésünket kezdte, a társadalmi igazságosságnak jobban megfelelő nyugdíjrendszert kell működtetni, magyarul, olyan nyugdíjak, amiket ön említett, tehát 1,5-2 millió forint feletti nyugdíjakat, a meglevőket már nem lehet bántani, de el kell érni a nyugdíjszabályozásnál, hogy ilyen nyugdíjak ne jöhessenek létre, ennél megvannak a megfelelő technikák, akár a nyugdíjjárulék fizetési plafonnal, akár a megállapításnál egy olyan degressziót alkalmazni, hogy ne tudjon ilyen magasra felfutni. A másik kérdés, hogy az infláció követő nyugdíjemelés nem tartható tovább, vissza kell térni egyfajta vegyes indexáláshoz. Ez a vegyes indexálás lehet olyan, hogy infláció és bér, de lehet olyan is, hogy infláció és gazdasági növekedés. Akár ezt misungolni, keverni is lehet. A lényeg az, hogy nem bírják el most már a nyugdíjasok, és itt mutatkozik a legjobban a relatív leszakadás, nem csak az abszolút, hanem a relatív is, amikor azt látja, hogy az elmúlt 3-4 évben a munkabérek bruttó 10%-kal és nettó 10%-kal emelkedtek évente, a nyugdíjak mondjuk átlagban 3%-kal. Tehát évente háromszoros ütemben növekedtek az átlagkeresetek a nyugdíjakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy így nyílik szét a társadalom. Ez önmagában igazságtalan, de ami még sokkal nagyobb baj, ez a munkabértömeg, ami kiáramlott az elmúlt 3-4 évben, a minimálbér emelésekkel, az átlagkereset növekedésekkel, ezek érthető módon termelési költségként beépültek az árakba. Aki dolgozik, az, hogy mondjam, föl tud zárkozni ehhez a növekedéshez, aki viszont nyugdíjas, az lemarad. Ezért van az, hogy a nyugdíjas társadalom rendkívül rosszul érzi magát a bőrébe, és az elmúlt egy évben a válságban teljesen egyértelmű legatyásodott. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Még sok-sok kérdésem maradt, de úgyis jön vissza ide hozzánk a stúdióba, amely legközelebb felteszem. Köszönöm szépen, hogy meghívott.